Hello! Hello, Miki! What's going on? Na, itt az öreg Miklós, aki nem öreg annyira. A húgyaim most nincsenek elcsúszva, nagyon-nagyon öröm és bódottság lengi át a levegőt. Ennél jobb nem is kell. Minden faszal, minden működik, rendesen hallotok. Stream is megy, nagyon jó, nagyon jó. Hát ennél jobb nem is kell. Engem nem szoktak ugye keresni. Ez nem az a karakter. Úgyhogy akkor menjünk egy sort is. Lehet, hogy ordibálok, mert ne haragudjat, hogy csak most izé. Megint cseréltem fülpárnát, most megint a bőr van és nem hallok semmit. Tehát így... Amit kifele. Azt így... hogy mondjam, nem hallom úgy magam. Tehát na, előfordul. A barátságos Miklós. Elmegyünk a motorért. Ej, ott biciklizik valaki. A motor most, ha jól tudom, a főpublikban van. Hát akkor elbaktatunk addig. Hát ugye egyenesbe. Hát addig is izé van. Akciózt elrabolnak, amíg itt sétálok. Az öreg Miklós. Menjen táskával. Megy a munkába. Jó, nem kell. Mennyi ez? Na, azt hittem, ma miatt vált meg. Csak kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő alatt állnak meg és rabolnak el az emberek. Tehát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Tehát baktatunk meg minden. Ezt is sose teszteltem rá. Csak olyan kis gyávolt rá, nem a Miklós. Annyira elrabolni való egyébként. Akkor megy a chill zene. De én a bandot adok, azt a büdös, hogy mennek. Azt a kutya fáját neki. És nem raboltak el, na. Eddig két csapat, vagy tehát két delikvens ment el mellettem, egyik sem rabolt el. Még. Na nézzük, srácok! Szerintetek el fognak rabolni, mire odaérek? Gyalog. Szépen elérünk, mondjuk. Van három óra 50 perc a streamből, szerintem ráérünk. Egy gyalogolni oda. Mint a tegnap lett volna, szervusz, Daurot, haló. Mármint micsoda volt tegnap? Mikor én streameltem, vagy mikor itt voltál? Vagy mikor elrabolták a Miklóst? Vagy elrabolták egyszer? Az tény és való. Mi a helyzet? Jó, hosszú streamet toltál, láttam. Beleskelődtem, csak én ilyen pofátlan gyerek vagyok, én nem szoktam köszönni. Talán én csak én belesek a kulcsukon. Szerencséd van, akkor csak simán NPC-nek fognak nézni. Hát amúgy ez lehet. Bár... Úristen, mi csoda szó! Úristen! Már akkor a szubra gondolsz, Daurot! Nagyon szépen köszönöm a szubot! Üdvözöllek továbbra is a potkányok között, itt ebben az üregben. Ez. Ja, de amúgy Csudapesten nem sűrűn szoktak ezek őslakosok lenni. Tehát én nem is nagyon találkoztam még őslakossal, ugye a NPC-vel, akik úgy... Tehát nem bugolt még nagyon úgy a szerver, mióta én itt vagyok. Nem is olyan emlékszem. Azt tudom, hogy akkor régebben voltam Nightfall-on egy kicsit, akkor ott volt, ott előfordult sűrűbben. És azt szoktam, hogy tudjátok, hogy mekkora önkontroll kell ahhoz, hogy ne nyomjon meg a H betűt? Miközben egy kukva mellett sétálok? Nem tudjátok, nem. Nem érzitek át ezt. Ez a Miklós zenéje. De Miklós ilyen zenére sétál. Lájtosba. Ketten robogó, hogy nyomják? Azaz. Megy vagy 110-zel, amit ketten ülnek lehet, szerintem. Lehet, hogy tényleg NPC-nek néznek. Igen, csak bebugolt a szal, és a szubot lefelejtette róla. Ja, nem egyszerű jött a szub meg az írás. De rossz! Elhagyta félúton. A
Az szomorú amúgy. Jó, hát mindig van valami bug. Ja, hát látom most ugye, meg most a facecam is van, hát Daurot, hát nem képzeltem el, hogy az arcod ilyen. Hát én azt vittem, hogy, hogy mondjam, csöcsöd van, meg hosszú hajad. Nem. Hát amúgy furcsa mindig látni valakit egy jó idő után, nem tudod az arcát milyen, és akkor egyszer csak látszol egy facecamet, és így hát én nem így képzeltem. Kb. Már úgy nagyjából mindenkire tudom, hogy hogy néz ki így a környezetemben, mármint akikkel játszottam jobban. Tehát a Blazius-t is tudom már, a Lepramanót is tudom már. Tudom őket, hogy néznek ki, és így fura volt így elsőre mindig. A Vucit, a Gabrielt is tudom már. Szóval így, egy ilyen izé vagyok, kiderítem. Hát igen, mindenkinek csak egy Discord képet látod, olyan kicsiben, már hogyha izé van neki, a saját arca van a Discord képen, de ott is olyan kicsiben látod, és nem tudsz rányítani, mert van. És a többi, és amikor egyszer látsz ilyen facecamet, akkor what? Jó felemegyek, nem? Hát nem akarnak elrabolni. Itt vagyok, RP lehetőség vagyok, jó napot kívánok! Ingyen túsz, ingyen elvi, kiszik, rakok egy izé táblát a nyakamba. Vigyetek el, lesz. Ilyenkor még valószínűleg úgyis sok taxis van, úgyhogy... Múltkor akkor voltam, azért, amikor 10 után kb. Úgy valahogy volt, hogy sokkal több melom volt. Az 10-11-kor vagy fél 11-kor, meg úgy mentem el, hogy már hívták a taxit, hogy nem volt senki szolgálatban, úgyhogy csak én pont mentem el, és így rossz volt. Rossz érzés volt, hogy nem tudtam menni a kötelességemet teljesíteni. Úgyhogy... Na, na, úristen, mi csodaszúd, nagyon finom! Mindjárt 12, azaz, azaz Sanyi, nagyon szépen köszi a szubot. Üdv továbbra is a podcastok között, szerbusz, szerbusz. Na. És milyen jó, még olcsóbb is lett a szub. Amúgy. Mármint, hogy most már csak 4 dollár. Vagy euró. Euró. Dollár. Euró. Euróba fizet a Twitch. Ja. És euróban veszi el. Patreon fizet dollárban. Arra gondolkodtam, hogy kacok, most kiírom Discordra, de akkor megkérdezlek itt titeket. Most itt van az egyik őtök, aki felvetette, Sanyi, ugye te voltál az, hogy mikor kerülnek fel úgy a Szubaton maga. Ugye gondoltam arra, hogy felrakom a komplet vágatlant, mert ugye nyilván a belőle megy föl vágva is, ugye mint a Forest, vagy az RP, ugye az is, ami Szubatonon volt, úgyhogy felkerült. Mondtam, felrakom vágatlanba és nem listázott be, és az csak a patronoknak rakom elérhetővé. Most a patronra azt kell tudni, hogy most nyilván már a legalacsonyabb szint az 1 dolláros szint, már az is hozzáférne, szóval nem nagy összegről beszélünk, egy ilyen 300 forintról körülbelül. Csak hogy így raknám fel, úgy gondoltam, hogy nyilván nem listázott be, és akkor csak ti férnétek hozzá, akik patronok. Sanyi, neked mindegy, neked úgyis patron vagy, úgyhogy csak hogy szerintetek ez milyen ötlet. Szevusz Szilárd, szevusz Trujeld! Valamelyik nap néztem a Forestet nálad, csak nem tudtam írni. Ó, hát de miért? Elfelejtetted? Vagy hogy? Egyszer csak így nem mozogtak az ujjaid? Vagy hogy volt ez? Így írtad volna, hogy kutya, és leírtad, hogy kuki, vagy... Na jó, szűszár volt, de hogy érted. Mint amikor azt támadod, azon annyira szar, ugye ezek a... minek hívják ezt a... alvásparalízisnek, de... De ez nem is az, hanem... olyan is volt, azt is tudom mi. Nem tudom, melyik ötöttnek volt már alvásparalízise, amúgy nagyon para, azért paralízis gondolom. De hát nem, de amúgy para. De hogy mikor azt támadod, hogy fölkelsz, de nem keltél fel, és aztán megint fölkelsz is. És no, meg van olyan, nem bírsz mozogni, stb. Nagyon finom. Úristen, hát mindenki az 5 hónap. Nézd meg, a Sanyi is, a Pamacs is. Ha megvagytok áldva 5 hónap, Daurot 6 hónap, Hege 5 hónap, hát ti mind egyszerre jöttetek, skacok. Hát borzadák. Szervusztok, nagyon szépen köszönöm, Pamacs. A szubot itt továbbra is a podcastok között. Hogy vagy, milyen napod volt? Én nem ahol vizni odaérek amúgy, de már nincs messze. Jó, hogy ezeket... Ja! Jó, hogy tényleg, ha itt előre be cuccoltad, és akkor most már egy adagolja.
És te választod ki, mikor írja ki, vagy ez hogy van, vagy nekem így automatikusan ki fogja dobálni? Sanyi, Sanyi, válaszolj nekem. Kérdeztem tőled az előbb is valamit, és nem figyelsz. Borzasztom. Megfáztam, sikeresen van csodás ősz időben. Igen, most nagyon hirtelen jött ez a taknyos. Ma reggel is elmentünk boltba. Hát reggel... Fél kilenc környékén. Elmentünk boltba. Azt szakadt az eső. Nyilván, mikor jöttünk vissza, akkor már elállt nagyjából, de hogy mikor akkor mész, az a legjobb. És nem számítasz rá, mert még előző nap picsa volt az idő. Hol vagyok? Hát egyenesen. Nem raboltak még ebbe. Itt a lehetőség. Mikor basznak el? Az is egy kérdés. Az is kérdéses. Nem basznak el. Ójjaj! 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 Jajjaj! Hí! Hát te! Hajrá! Hajrá, rendőr ura! Kapják el! Vissza kell szokni a beszédbe kicsi. Bocsi, pont nem hallottam, ment a mikro. Sándorom, veled is csak többen vagyunk. Esküszöm neked. Csak begyom már egy fagyit, az... Na mondom, felrakom nem listázottba az ilyen szubaton teljeset meg ilyenek, és akkor csak a patronoknak akkor már érhetővé. És így van ez a kis kiváltság nektek, meg én is meggazdagszom, itt szóltok hozzá. Jó, mi? Jó, terv. Jaj! Hát ez a kérdés, hogy legyen-e így? Vagy ne legyen-e így. Csak mert te vetetted fel azt, hogy mikor kerül fel az összes. Úristen, úristen! Jaj! Felfordult a világ! Jaj! Köszönöm, Sanyi, most megerősítetted bennem a gondolatot. Köszönöm. Tudtam, hogy támaszkodhatok rád. Nem, simán semmiféleképp nem raknám fel, csak azért mondom. Ugye nem kerül fel alapjáraton a bocsatira sem vágatlan. Meg van metszve az eleje vége. Hogy ne a hatévnyi pofázás legyen ott. Én ilyen kis izé vagyok. Igény egy gyermek, aki tudjányba viszi néha az igényességét. Azért baszok el 6 órát valamivel, igen. Megálltam, hogy fent volt még Twitch-en, és megnéztem mindent, amit akartam. Na hát akkor jó. Csak majd a jövőben tervezem azt, hogy nem nagyon maradnak fent a dolgok Twitch-en. Na hát nem tudom. Még ezen átgondolkodóban vagyok. Elindítj. Menet közben is annyi dumálsz? Én? Miért? Nem is dumálok sokat. Én. Hát most miért? Én. Ez. Hát lehet. Néha megesik. Holy Jesus. Hello. Hello. Szia, Mikikém. Segíthetek? Hello. Te gumi, ugye? Gumi. Igen, gumi vagyok. Igen, taxizok. Te taxis vagy. Aha. Elvigyelek taxiállomáshoz. Nem, ide jöttem itt a robogóm. Ja. Sétáltam kicsit. Na mi ez a felhajtás? Láttam, hogy a zsaruk így mennek minden. Ja, nem. Volt egy rablás. Vigyázzatok, nehogy lelőjenek, vagy valami. Nem. Hát nagyon fogják most ábarán bűrők, minden lelőjenek. Fenyelkedve ez volt a. Na jó van, szia Mikikém. Jó van, szervusztok. Szia. Vigyázzatok. Szi, szervusztok. Dodás Miklós. Nem kapnak el, nem ez a gumi. De ez a gumi az elméletileg taxis. Vagy csak a taxis csajjal volt? Hát már nem taxis. Hát mindegy. Taxis volt. Felelkezi mégse. Nem, a Miklós nem. Te elrabolnád ezt a cuki kis dagi csávót. Nem rossz így beszélni, rossz után van. Idő után elfáradok, de nem. Igazából nem vészes. Jaj!
Odaordítok. Jaj. Annyira nem fárasztalik, mint amilyen fárasztónak hallatszik. Alex mindig sokat beszél. Ez a lényege. Alexnak. Ezért jött létre. Ezért fejlesztették ki laborba. A gyereket, érted? Sírsz. Nyem. Elmegyek a taxi állomásra. Olyan szép ez a motor, sajátok, hogy nem szép. Gyönyörű. Csak nem a izét veszi föl. Vegye már fel a piros izét sisakot. Annyival szebb a piros sisak. Vedd fel a pirosat! Miki! Nem! Mondom, a pirosat vedd fel! Az a baj, probléma van a, ugye az outfitjével, nem lehet úgy megcsinálni, hogy bugos neki egy kicsit, és tudnék hát sisakot rakni, kiválasztott pirosat ehhez a ruhához, hogy csak felvegyem, tudjátok, mint a sisakot. Ne kell mindig megvárnom, hogy felvegye magától, csak valamiért nem olyan, hogy neki szarab. Nem van, hogy a harmadik fekete, mert ugye PED és a karakter, vagy a ruhaválasztás, ruhabolt az ugye nem PED-ekre való, hanem online karakterekre. Szervusz Domi, hali. Hallod? De ez már a negyedik fekete sisak. Ez bolond. Nem, csárták, nem szoktam beszélni. De nem már! Vedd le azt a szart! Miklós! Rohadás megeszi. Vedd le! Balod. Pirosat! Nézd! Hogy a Európán vagy szedegeti. Műszak végén, fél óráig. Érted? Mindenhol sisakok vannak. Piros. Na! Végre! Úgy néz ki, mint Cartman, csak fordítva. Na most nézzétek meg! Ez a motor, meg ez a sisak, meg a minden. Hát erről csinálok egy fotót. Ezt így? Milyen raja Miklós, mi? Álljon menő! Nem tudom, filmek közül papírot. Nem baj, te sose figyelsz, Csárkvágó. Nem gáz, megszoktam, haver. Nincs baj. Majd akkor megyek fel rádió, de hogyha azzal értem, addig nem. Talin se fogok, ott fog papírozni. Tűnik a kocsmába. A csárták ott papírozik, érted? Írja izét. Házit. A gyerek. Javítja. Jó lesz. Most elképzeltem. Akkor elméletem, most már lehet kapni Rainbow Dash-t. Vagy nem, lehet, hogy nem lehet. Még nem lehet. Jó, lehet, hogy nem lehet. Szerintem csak csépét annyi lesz amúgy debütálva, mert láttam Papinál sztoriba, de lehet, hogy csak ilyen promó sztori. Na, majd megnézzük, hogy lehet, hogy előtte meg tud kóstolni. Na. Jöjjünk föl rádióra. Melyik? 494, nem. Leírtam, genyó. 494, aha. Hello, Dudás Miklós megérkezett. Hello, van valaki a rádión? Előbb láttam egy hívást. Kimenjek rá? csak így belenyög. Halló? akkor megyek rá. Várjál már. De mi? Csöcső, már te előbb volt, most mi ez, bukas?
Hát de mi előbb volt hívás? Lehet még sincs hívás, csak nekem volt bogaras. Mi? Hello? Bogos vok? Várjál. Nem kitűzök el hozzá, lássam szerintem. Nem, az más. Hát akkor... Akkor őrjáratozok. Beszélgetek magammal. Érted? De elméletek fixálták a Prius-t. Az amúgy melyik? Ez, nem? Nézzük meg. De szerintem még mindig szar lehet. Jaj! Hát ő! Jaj! Úristen! Nem jó! Hát mi van? Ez szarabb, mint volt! Hallod, ez drift autó lett! Mi ez a kocsi? Hát most már máshogy kormányozható, viszont drift autó lett belőle, baszki. Hát én ezt nem vezetem. Ne bózkodj már. Ne már. Hát mi a csöcsöm? Hát megy, mint a gép, nem arról van szó, csak... Gyorsabb, mint az izé. Így azért, így nem olyan rossz vezetni, hogyha nem jön szembe semmi. Nyilván, hogyha úgy van, akkor motorfék, stb. Elég jó, így most jó a tapadása. Izénél halunk meg, hogyha valaki kurvára szarul jön szembe, például. Akkor meghalunk instant. Nem, jobb lett amúgy, csak... Jaj. Jobb lett. Ilyen sebességgel nem bírsz belemenni kis kanyarokba, az tény. Várj, itt egy kanyar. Látjátok? Jaj! Jaj! Hát itt meghalt, tehát így... Jó, hogy nyilván homok is volt. De csúszik, nagyon csúszik. Ó, büdös. Picsába. A másikkal jobb vagyok, stage és aló, viszont... Így nagy egyeneseken egyébként király. Tehát így... Mert hamar elérsz, mert egyébként könnyen kanyarodik. Csak aztán nagyobb kanyarnál meg izé. Kicsúszik, mint a szar. Mosatós, de meghalok, nem játék, bazd meg. Jaj! Használni kell motorféket, elég rendesen. Mátjátok, már csúszkál, pedig csak oldalrát nyomok. Látjátok, hogy becsúszott, pedig féket sem nyomtam rendesen. Vagy hát nagyon pici hátrált, de annyi. De olyan, ezért nem tudom bevenni vele. Nézzétek! Jaj! Mit csinál az a kocsi, ugye ez? Jaj! Oh, rohadt! Yeah!
így csúszik, ezt nem lehet effektív vezetni. Autós üldözésnél meg... Mert driftelnél vele, de nem bírsz rendesen driftelni, mert nagyon gyorsan visszarántja mégis a kormány. Talán egy picit így. Hát jó, nyilván meg kell szokni. Hát megszokod, lehet, hogy tudsz vele vezetni. Jövök itt a pár kör. Hát... Nem. Szervusz Horus, hali-hali, hogy vagy? Milyen napod volt? Lehet, hogy ezt így visszarakom. És nekem az én drágám kell. Mondjuk ő. Ez tetszik, nincs olyan nagy hirdető tábla rajta. Ez lehet, hogy nincs tuningolva. Este 10-ig belül, de kezd csendesedni, hogy bedott a streamet lazában, mobilon. Na, helyes, helyes. Hallgatod, ahogy balfasz vagyok. Szervusz, Redi! Hogy vagy? Hogy vagy? Milyen napod volt? Menj már gyorsabban, de tesztelném a végsebességét, amik a szarvok, nem meg itt egy... Szötyöröksz. Hát, ez szerintem nem fullas, vagy fullas? Taxi. Azért jobban szeretem. Kakanap a hétfő, na. De vége van legalább, bassza meg. Csillezzél, csillezzél. És korán kelsz. Nagyon. Korán. Kicsit kimenjünk ide. Nézzük ilyen terepen milyen. Telepe is azért megy. Hát ilyen telepre pikilni a Prius-szal öngyilkosság lenne. Nem úgy. I think. Kettán a héten a leglazább nap, szóval ha az eső nem fog esni, akkor öröm és boldogság. Hát lehet, hogy fog esni, ahogy a mait elnéztem. Halló, még mindig senki nincsen? 494. Senki, nincsenek taxisok, váj. Vagy nekem bugol. Hát, hogy csak egy kikapcsolás, bekapcsolás, mindjárt félreállnak. Hát a bugos, nem? Jó szerverem vagyok? Ez Csudapest? Halló? Majd beállunk. Na, azt mondja, hogy... Hol vagyok közben? Majd itt. Hello, Dudás Miklós vagyok, van itt valaki? Érdekes. Eh.
Ha véletlenül csak én nem hallok titeket, akkor telefonon hívjon már fel valaki. Mert nem hallok senkit. Érdekes. Érdekes! Kirakok egy hirdetést, hogy amúgy van taxi társaság. Tessék hívni. Csak megyünk már biztonságos helyre. Jó fele vagyok nagyjából. Aha. Jaj, Mikikém! Mi volt nekem ez a kocsi amúgy? Szevasz! Szevasz, Karesz, hogy vagy? Nagy baj van. Mi van? Nagy baj van. Miért? Nem tudok bemenni, nem tudok bemenni. Megy. Nem? Nem tudok. Hát itt én se. Hát be van zárva. Miért? Nem tudom. Várjál, nézzük. Nem tudom. Erről nem lehet. Gyere. Ne aggódj! Hát ide se! Hát az... Ujjaj! Éhes vagy, vagy mi? Hát... valami csokit kell vinném magammal. Jaj! Hát adok! Azt mondta. Nem tudom mi van meg... Rádió nem vagy fent? Nem, elfelejtett... nem... Azért, mert senki nincs fent rajtam kívül. Szólogattam. Melyik a... Frekvencia 494. Ez balad. Na, szuper Reddy, az király. Akkor GG. Hajrá, nyomjad. Hát, ezt én akartam megenni, de... neked adom a gumicukromat. Hello. Hello, Miki. Szevasz, Karesz. Hello. Hallasz? Hallak. Jó. Köszönöm a Haribótot. Semmiség. Hát akkor, ha nagyon éhes vagy, menjünk el a Burger Shotba. Ó, taxi. SMS. Hát ez csak küldött egy izét. Egy koordinátát, nem küldött, hogy mi van, vagy hogy. Hát felhívom. Jössz velem, Karesz? Megyek, üljek be a... Szép jó napot! Dudás Miklós vagyok a Csutapesti Taxi Társaságtól, maga hív a taxit? Halló? Hall engem? Uram! Taxi a vár út! Hall engem? Hall engem? Igen. Maga hívott taxit? Na, így van. Rendben, úton van. Mindjárt ott lesz. Szép napot, viszhall. Még egy üzenet. Hát akkor te menjél az újra. Én jó. Megyek az előzőre. Megyek az újra. Még. Jaj, várjál, mennyi van? Jaj. Várjál. Hát akkor én megyek a 60 sekundes, te meg menjél a... Az alatti, az utolsó előtti koordináta, jó? Jó, volt mindjárt. Aztán én... Fölhívom. Oké, okay. Addig elindulok, mert ez nem vár.
Meg feljövjük azt is, hogy... ez most melyik? Ez ő. Feljövjük, hogy még pont van egy fuvar. Szép jó napot! Dudás Miklós vagyok a Csudapesti Hello? Taxitársaságtól. Hall engem? Halló, hall engem? Hallom. Dudás Miklós vagyok a Csudapesti Taxitársaságtól. Jelenleg éppen fuvarban vagyunk, de amint végzünk, megyünk önért, rendben? Rendben, várok, akkor itt maradok. Rendben, nem menjen sehova? Nem megyek. Vigyázzon magára, visszhall. Visszhall. Közben felhívtam a legújabbat, és mondtam neki, hogy várjon. Jó. Jó. Csak ennyit mond vele. Jó. Valod. Csak egy két hülye van most szolgálatban. Jaj! Szép napot, uram! Jó napot! Hogy van? Hova lesz a fuvar? Szép publik lesz, köszönöm! Rendben! Jaj! Micsoda autói, ezt még nem is láttam maguknál. Hát most mindenkivel az ujjal nyomja, de nekem az nem jön be. Ja, a villanyvasalóval. Igen. Meg hát nem igazán kanyarodik az jól nekem. Én meg szeretem ezeket a régi autókat. Ja, ez milyen? Jó. Erre felé megyünk. Milyen volt a napja? Nagyon munkás. Na, nagyon olyan fáradtak ez a bocsánkájtuk. Ja, maga bányász? Hát, igen. És megéri? Hát nem, mert a családnak viszem haza. Ja. Kell a saját biznisz. Figyelj. Úgy bár megéri. Pillanat csak a rádió közben. Kara, ezt mondjad! Emlékszel, amikor múltkor elvittenek a rendőrséghez, emlékszel? Aha, az nagyon jó volt, igen. Ez volt. Nagyon. És a bányászság mellett mit csinál még az úr? Hát, amit kér a család. Elmegyek vadászni, ha kell. Szereljük össze a dolgokat. Aha. Hát akkor nem unatkozik maga se. Ügynyújtókat is mit csináljuk? Nem, nincs rá idő. Na meg is érkeztünk közben. Ide beviszem. Így is. Készpénz vagy számlázzam? Számlát kérjük. Rendben. Azt mondja, hogy 3079 surint. Át is nyújtam. Nagyon szépen köszönöm, már fizetem is. Én köszönöm, további szép napot és jó munkát. Viszont, köszönöm. Viszlát. Megyünk a következő fuvarra. Karesz, megyek a legutolsóra, jó? Jó. És akkor majd elmegyünk a rendőrségre is valamikor. Rendben, majd szóljál. Jó. Közben te fuvarba vagy? Most jövök ide. Valami... nem tudom, ilyen hegyes sziklás helyen vagyok. Ó, vigyázzál magadra! Jaj, kis hölgy! Várjon, leállok ide! Jöjjön! Hát én megkerestem, hogy merre van. Szép napot! Szép napot! Tessék beszállni! Hova lesz az útja? Aj, nem tudok beszállni, várjon. Jaj, lehet, hogy bezártam. Most próbálja.
Tudja, inkább bezárom, mert nehogy valaki beleüljön illetékterületbe. Én is elbújtam, a rendőrkapitányságra szeretnék menni. Rendben. Elbújtam, hogy el ne raboljanak, míg várok. Ja, hát veszélyes környék ez. Igen, inkább mondom, elbújok, mert annyian járnak itt. És milyen napja volt? Hát épp tudok, mert felvételiztem a rendőrségre, és most leszek. Most megyek oda, és nagyon izgulok. Ó, hát akkor sok sikert kívánok. Akkor hát meg is állok a pirosaknál, nehogy aztán később. Jaj, nem, nyugodtan menjen. Még nem biztos, hogy felvesznek. Jaj, túl bentem. Nem baj. Hát biztos felveszik szerintem, hogy nézze maga egy jó fizikumú hölgy, hogy biztosan... Hát reménykedek benne. A hangjából ítélve maga intelligens lehet, úgyhogy... Ó, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy probléma lesz. Meg hát, ha én taxist tudtam lenni, akkor maga simán rendőr lesz. Ja, igen, csak nagyon félek. Hát de mitől fél a szóbelitől, vagy? Hát igen. Emberek hogy bánnak a rendőrnőkkel, meg ilyenek. Hát pedig vannak páran rendőrnők, majd a bevezetik magát a rejtelmekbe. Nem kell aggódni a kis hölgy. Készpénz vagy számlázzam? Számlázza, de szeretnék majd borravalót is adni, persze. Rendben, majd az készpénzbe. Az külön kell, igen. Rendben. Azt mondja, hogy 2799 surint. Át is nyújtam. Köszönöm, majd mindjárt. Igen, a Busunyi. Kicsit olyan defektes. Na itt bénázok, úgy izgulok. Jaj, bezártam. Így. Ne gondolj, semmi rosszra, nem azért zártam be. Tessék, köszönöm szépen. Én nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok, ne izguljam, mert abból csak baj lesz. Jó, köszönöm, vissza. Viszlát. Na, én végeztem, Karesz. Oké, Miki. Oké, Miki. Bolond. Viszont. Jaj, merre megyek, valamerre menjek. Jött még egy, fuvarba vagy? Rámegyek az újra is. Nem halakar ez. Jaj, nem akartam felhívni. Most csak oda ki akartam menni, bazd meg. Hát egy kilométer az nem megy el addig. Ja, lehet! Karesz! Itt vagy? Itten. Jó, azt hittem már baj van. Megyek a legújabbra. Rendben, Miki. Miki nagyon nyomja amúgy. Ja, rendes volt a csajszín. Jó napot! Hát maga a buxusból? Igen, várj egy kicsit, légy szíves. Hova vigyem? Egy pillanat. Bejelölöm, jó? Rendben. Ajaj, hogy akkor kontrollja a taxióra és a G-vel zárod be az ajtót. Ajaj. Nem ismer egy másik maszkos boltot? Valahol messzebb. Melyikre gondol? Mármint melyik hely? Hát ja, nem, ami a városban van. Nem, ami a városban. Hát... Nincs másik, ugye? Hát szerintem nincsen.
Ugye a városban több is van. Hát egyet látok csak. Rosszul tudom? Hát régebben, mint a kettő lett volna, de most lehet, hogy csak egy van már. Aha, ott a ruhaboltnál, a Cyberbarnál van egy. Igen, igen, erre gondol, ugye? Aha, hát én is csak ezt ismerem. Jó, akkor lehetne azt, hogy itt visszamegyünk, felmegyünk az autópályára, és mondtad, jó? Rendben, csak az a lényeg, hogy én most el akarok tűnni egy kicsit. És nem akarok senkivel se találkozni, nehogy felismerjenek. Aha, talán bajba keveredett az úr. Nem. Nem, jaj, keveredtem bajba. Nem mentem föl. Hogy van ez? Jaj, bele. Aha. Bele csusszantottam egy kis pénzt a zsebébe. Ó, köszönöm. Hol van itt az autó? Egyenesen. Ne arra. Ah, egyenesen. Hát rendben, akkor navigáljon, és akkor úgy megyek. Jó. Az a legjobb, ha minél kevesebb. Itt bal. Hoppá. Hát de hamarabb szóljon be. Jó. Az a lényeg, hogy az a legjobb, ha minél kevesebbet tud, de tök legális cégben dolgozok, ez ilyen magánéleti dolog, és el akarok egy kicsit tűnni. És majd itt balra. Rendben. Mondjad, Karesz, mi az? Baj van, nagy baj van. Mi történt? Ütköztem az autóval is megsérül. Jaj, de hát fuvarban voltál, vagy mi? Igen. Mi jól vagyunk. Miért lőttek ki mentő a falnak? Jaj, de hát hívjátok mentőt akkor. Nem kell, mert nem akkurát ütköztünk, csak az autó sérül. Ja, jó. Vigyázzatok magatokra, én is fuvarban vagyok éppen. Kirúgnak. Nem mondjuk el senkinek, Karesz, nem? Jó, mit csinálják az autóval, szerintem rendesen meg? Igen, menj el a szerelőhöz, igen. Jó. Jaj, a kollégám meg közben ütközött, bolond. Jaj, basszus. Hol vagyunk most? Ja, igen, erre. Jó, aha. Igazából most már a GPS mutatja, most akkor jók leszünk. Jó. Erre, mindjárt ott vagyunk. És egyébként milyen napja volt? Menekülős. Nem, dolgoztam, de teljesen legális, ugye? Persze, természetesen. Itt dolgozom amúgy nem messze. Itt elhaladtunk éppen mellette. Ó, hát nem tudom itt mi van. Hát a szerelőműhely. Ja, csuda beha. Igen. De erről nem tud, jó? Nem. Jövök. Hát akarja bájak, úgyhogy... Nem, itt jó vagyok. Jó. Oké, fejezte, hogy mennyi volt az állás? Mármint... Ja, baszd meg, nem nulláztam le neki. Shit. Hoppá! A 2800-ban indultunk? Jó. Hoppá, elfelejtettem. Jó, kösz, Redi. Akkor 2800 mondjam ki ebből, ugye? Jó. Hoppá. Jó, már olyan akciók vannak. Nem vágom az ilyet. Vagyis hát meg kell szokni. Nem kell úgy, hogy jó sok lesz. Nem. Az ott egy 10-es baszod. Annál mondja a por, hogy adjuk a Karesznak.
Csoró, be lesz tépázva. A több nem baj, csak a zsaruk elne kapjanak. Na, hát ez tiszta menő lett ez az inkognitó, nem uram? Napszemüveg? Hát, ja, hát ez így komplett. Aha. Komplett. Hát, ja, haja sincsen. Ja, ez ilyen izé. Ilyen, hát ez ilyen... az úszósapka, olyan? Aha, ja, ja, ja. Aha. És most merrem lesz? Ja, egyébként nem is lehet felismerni. Ó, nagyon jó, köszi. Most, fúha. Szia, Frici. Azt tudja, hogyha elvileg felveszek egy maszkot, akkor az ismerőseim szemében én ismeretlen vagyok? Ha jól tudom, igen. Ajjaj. És akkor most elvileg... Hát igen, nálam ugye más, mert mi nem vagyunk ismerősök. Aha. És ezt ki tudnánk próbálni? Bejöhet itt, gyered? Persze, persze, nyugodtan. Most elvileg jó, mert magamat se látom a Twitteren. Jaj, ki tudna szállni be? Csak az én nevemet látom a Twitteren. Persze. Jó. Na most elvileg jó, mert... Így. Itt be is jelöltem önt. Hogy hívják egyébként? Arc alapján megtalálom a Twitteren. Van dolg. Na? Most ugye látja elvileg? Ne, nem látom a nevét. Várjon, kiszállok. Jaj, nem, jó, mindegy. Mennyi volt? Mennyi volt az előbb az állás, kacok? Számoltok már. Hát most nem látom. Most, igen, most látom. Aha, és akkor? Most... Most nem. Most nem? Vegye le? Jó, most jó lesz akkor. Jó. Akkor publikhoz kérném. Oké, csak értem, kikapcsoltam a... Jaj, lefulladtunk. Oké. És akkor abból kivonod, nekem csártágol 2800-ot? Még nem számálsz. Mindegy, ne bont ki, és akkor nagyjából itt számolunk. Meg is jöttünk. Jó, rendezve vagyunk, ugye uram? Igen, igen. Szóljon, nem? Utalok még. Hát most nem tudtam, hogy ez így. Külön megy zsebbe vagy, érti? Hát... Van szerződésünk. Ja, ja! Tényleg, igen, maga mehás. Jó, mutassak okay. Papírt. Kitűzőt. Mutasson, igen, ha megkérhetem is, akkor biztos nem vesznek elő. Hol van? Itt van. De neki nem is kellett volna számlázni. Ja, csak hirtelen nem is ugrott be, mert viszonylag új vagyok én is. Aha, így meg is. Ugye? Igen, rendben vagyunk. Oké, köszönöm uram. Vigyázzon magára, szép napot. Viszlát. Na hát akkor mondjuk. Hát igazából is csak így kimegyek ide. Csak magasz, igen. Jaj! Na mi a helyzet, Karesz? Most csinálják az autót. Jó, hát akkor elmegyek addig oda hozzád. Jó. Akkor igazából ez ingyenes fuvar volt.
és nem úgy zsebbe kaptam pénzt. Én eldillelem ezt magammal. De a fuvarok teljesítve vannak. Igazából jók vagyunk. Én nagyon élem ezt a taxizást, amúgy kacok, nagyon jó. Amint amikor régen itt a játszottat, tényleg egy valamelyik GTA-ban single playerben is veszek, így felvettetek egy küldetést, és így menjetek, és így tök jó. Csak nyilván közben RP-zel. Tehát szerintem nagyon stíló. Nem jaj! Tartozik. Szép napot! Hoppá! Oh, szép napot! Hú, ez beugrottam ide. Hát igen. A lendület. A lendületek volt, azt észrevettem. Hát igen, nem taxisok lendülete. Hát, mert kicsit kövér Miki, és így viszi a lendület. Én magam vagyok a lendület, azt akarja mondani. Nem, nem, én hozzá vagyok szokva. Nekem sose volt cipőm, igazából. Nem engedtettük meg magunknak régen. Úgyhogy hát megszoktam. Olyan a talpam, mint a beton. Akkor ez egy előrelépés. Hát igen, a papucs az mindenféleképpen jobb egy kicsit, hogy van. Akkor ne lépj rá a lábamra, mert fájni fog. Hát ne gyere alám, kereszt. Nem akarok. Nem akarok. Visszatérve az előző kérdésére, nem tartozik nekünk semmivel. Ja, mert szerződésünk van, ha minden igaz. Aha. Így van, így van. Hú, de jó. És a főnökének se szólunk. Megnyugodtat, nem kell idegeskedni ezt. Köszönöm szépen. Hú, de jó. Ha hallod, Miki, nem szólnak a főnöknek sem. Hát mert jó emberek azért. Szeretnek téged. Igen. Mondom, hogy követ valaki, ha higgyed már el. Biztosan. Bolondnak nézel, vagy most mi van? Felemelj. Nem se látod. Senkinek se keresztbe tönni. Nem áll szándékunk. Miki, látod? Mit látok? Hogy nem látod, látod? Hát nem látom, ez a lényeg, mi? Hogy ne lelássam. Igen, igen. Ez a lényeg. Akkor nem is történt. Jó. Mondom, hogy követ valaki, ha higgyed már el. Balognak nézel, vagy most mi van? Fejnál megeszi. Ember, menjünk akkor. Álljunk ki valahova ezt akkor. Menjünk a... Nagyon szépen köszönjük. Nincs mit, nincs mit. Köszönöm szépen. Vigyázzanak magukra. Maguk is vigyázzanak, aztán sok balesetmenteset. Azon vagyunk, köszönjük. Gyere a publikhoz. Jó. Szép napot, hölgy. Köszönöm. Szép napot, hölgy. Csak ennyit mondta Miklós. Nincs is kis hölgy. Nagyon szépen köszönöm Master Dongónak és Robinak a követést. Üdvözöllek benneteket itt a podcast kotarékban. Szerbusztok, szerbusztok, hogy vagytok? Érezzétek jól magatokat. Csekkoljátok a podcasttv.hu weboldalt, hogy mindenről értesüljetek, mert mindent tudjatok. Ja, jövök! Gyere! Én! Te! Én! Te! Én! Igen! Ez balon! Szia, get! Szervusz, szervusz, szervusz! Hogy vagy? Jajjaj! Nem, rom? Szervusz, Hollywood. Na, hát örülök, hogy itt vagy. Meg a találkoztunk. Egy. Na! Tetszik a hangom? Na, örülök. Na, hát akkor itt várakozunk, és akkor... Ó, van nálad cigaretta?
Nincsen. Nálam izé van. Szivar, de én csak össze szopogatom, én nem szoktam rágyújtani. Ne, nem jó az, nem jó. Nem jó. Csak be szoktam így rakni a számba így. Ezt akkor így ott van. Hát jó, hogy az átborakod. Hát még jó, hogy nem máshova. Igen, jó. Ennek... Máshova is lehet. Hát lehet, de sok mindent lehetne, de inkább nem. Neked a kocsid az tuningolt? Amúgy. Nem tudom. Nem? Nem tudom. De máshogy én... néz ki a kereke, és csak... Látod? A zenyém az szebb. Nem, szerintem nem. De. Enyémnek a kereke jobban néz ki. Szebb. Hát szerintem az enyém szebb. Szerintem az enyém szebb. Most új rajta az eleje. Új. Hát jó, hogy itt könnyű. Hát én is összebaszom akkor is. Na most hirtelen jó sok fuvar volt. Nem is tudom, hogy hol vannak a többiek. Igen. Majdnem 10 000 surintot fizetett, akit elvittem. Hát én kaptam is ebbe egy 10-est. Én nem. Mert egy csudamehás volt, akit elhoztam és... rejtőzködött, vagy mi volt, és adott egy 10-est zsebbe. Mindig kifogok. Akkor keresek valami rejtőzködőst én is. Hát én nem keresem, ők jönnek. Hát képzeld el, múlt héten csütörtökön, nem is tudom. Autós üdözés volt. Ezért álltam ott az én, pont kiraktam az egyik izét, utast. És beszállt egy ilyen bandatag, meg minden, és izé. Mondta, hogy csaposan bele, rázzam le őket. Azt jött utána, ami a 3 terepjáró, meg minden. És... leráztad? Karesze, nézd már rám, szerinted leráztam. Hát nem. Hát tévedsz, mert leráztam. Hát jó vezetek. Jól. Ott is kaptam egy 10-est. Jól. Igen. Igen. Számlámon mennyi van, így kapogatom a kis pénzecskét. 59. Hát lassan már tudunk venni kocsit. Igen. Hát jó nem, mert sokba kerül. Nem tudom, nekem mennyi pénzem van. Jól vezetek. Nem tudom. Mennyi van? Hát nekem 59. Meg a zsebemben van még egy... 21. Ne is rakom a, ide a bankba. 82 van. Ja, de te vettél valami motort, vagy valami biciklit, vagy? Nem vettem. Ja, te nem vettél, aha. Nem. Azért fogta a fejét szedül. Hát, szerintem örült neki, hogy én voltam. Nem vettem, nem. Miki? Igen? Megadod azt. Telefonszámodat. Aha, várjál, én se tudom fejből. Mondjam? Mondjam, mondom. 67128. 67128. 671 28. Igen. Azaz. Jó, akkor jó. Pillanat, berakom a pénzecskémet oda a automatába. Halló? 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 Halló, Miki, halló. Képzeld el, elmentettem a számodat, képzeld el. Igen, majdnem elütött egy kocsi. Szevasz, hogy vagy? Jól vagyok, jól. Elmentettem a telefonszámodat, képzeld el. Na, szuper, örülök neki, Karesz. Nagyon jó. Jó, jó. Merre vagy?
Itt vagyok szembe, pont rakom be a pénzt. Ne vagy szembe. Ott nincs hát, a senki szembe. Mert rossz felé fordulsz. Ott nincs senki, ott nincs. Neked jobbra fordulj, ott úgy, most vagyok szembe. Itt, jobbra fordulj. Itt az autód van szembe, az autód. Jobbra fordulj, jobbra. Fordulj egy kicsit jobbra. Jobb. Itt igen. Vagyok, látod? Ja, látlak, hello Miki, hello. Szevasz, Karesz. Hello Miki, hello. Megyek jó. Vissza. Jó, gyere, hello. Szevasz. Jött aki. Ez balasz. Na. Hello Miki, képzeld el, láttalak ott, láttalak. Igen, mert ott voltam, Karesz. Iszunk együtt időt? Van üdítőd? Nem, itt a, veszünk itt a bárba. Bárba? Lezárom az autót. De majd nem zártad le? Mert hogyha sietni kell, varra, akkor tudjak gyorsan menni. Ja, hát ja, csak ellopják, az nem jó. Te mindig sietsz, ahogy nézem. Igen, sietek. Karesz, várj meg! Hogy tagyag? Edi óta. Hallod, Miki? Hagyjad! Itt egy bár. Aha, ide jöttünk. Hogyan csinált ezt a karakter, bozd meg? Balad. Jó napot! Halló. Tőle nem lehet szerintem venni, próbáltam. Majom Burton se. Meg a kis hölgy is csak alkoholt árul, meg kávét. Igen. Aha. Halló. Hát én utkor egy ilyen fiatal embertől itt vettem. Halló, van itt valaki dolgozó? Halló? 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 Hát lehet nincsenek. Jaj! Roncshalászokhoz. Jött egy kérés, jött egy kérés. Nézem! A roncshalászok, az merre van? Igen, nem tudom, fökkelj, de nem kapunk ilyenkor. De. Van egy jelzés. Hát mehetsz rá akkor te. Nézd, csak a térképen látod, be van jelölve ilyen kék emberecske. Nézd csak meg. GPS-ünk bejelölte. Fönt a... A letó messze fele. Messze van, messze. Aha, messze. Menj oda. Vigyek. Hívj fel, hogy úton vagy, és vigyázz az úton. Jó. Hát én addig iszok egy lattét. Köszönöm, kicsi, hogy egy lattét. Viszlát. Szia, Vián, hogy hali-hali, hogy vagy? Elküldtük dolgozni. Figyelj, Miki! Mondjad! Nem látom a telefonszámot. Hát gondolj az F9-esre. Ó, én sem. Szerintem ugyanaz az illető. Mindegy, csak menjél akkor gyorsan, siessél, én megyek az újra. Szerintem ugyanaz. Azt mondod? Igen, csak elküldte így is, meg úgy is.
Igen, ez ugyanaz. Ne fasz. Van egy új, megyek én oda. Szerintem a hölgy lesz amúgy. Ez előbb elvittem. Mindegy, nem veszi fel. Tesztelen már megjavítottam az F9-es panelt is, hogy jobban boldoguljunk. Majd megnézem metával. Jó, jó, jó. Hát most itt nincs benne, nem volt jó, nem is értem. Buta. Buta. Kis hölgy az csak. Kis hölgy! Van engem! Itt a taxi! Aha, aha, igen, az sokkal jobb lesz. Igen, azt én is néztem, hogy lehet, hogy jobb lenne úgy, csak nyilván nem tudom, hogy ti milyen korlátok között tudjátok ezt megcsinálni. Hát... Kibugolt egy kicsit. Oké, ugye megvárjuk. És visszajön. Az sokkal jobb lesz, ugye? Teljesítve és akkor ki is kerül, gondolom onnan, vagy nem tudom. Tetszik ez a gumi. Jó, hogy ilyen. Hát megvárjuk. Azt mi az, kacok, meséltek, aki még nem mesélt, hogy vagytok, milyen napotok volt. Sziasztok, sziasztok. Én nem is értettem, hogy először a fenti vagy alsó kell nézni, vagy hogy van. Úgyhogy... Úgyhogy jobb lesz. Nya. Hát nem még visszajön. A csajszi. És aztán el tudjuk vinni. Mi helyzet? Odaértél, Karesz? Mindjárt, mindjárt. Jó. Ó, jó estét. Jó estét! Mondom, újra kellett repülnöm, bocsánat. Láttam, mondom, megvárom. Nem mozogtam, egy kicsit elbambultam. A fő publikra szeretném kérni. Rendben, rendben. Mindjárt indulunk. Na, milyen volt a vizsga? Hát, mennem kell ilyen kiképzésre majd pénteken. Na, hát akkor hát nagyon izgultam. Hát nagyon izgultam, meg nem tudom. Nagyon úgy néztek ki, mint akik nem kedvelnek, vagy nem tudom. Ó, hát olyan nincs, szerintem az a kötelező szigor volt. Igen, hát nem tudom, nagyon izgultam. Úgyhogy lehet, hogy megyek most ruhát venni magamnak, valami sportosabbat, aztán jó, beiszok valahol erre. Na, de nagyon helyes. Hát meg kell ünnepelni, ez mindenféleképpen jó. Gratulálok. Köszönöm, köszönöm. Aztán majd kiderül, a képzésen legyek részt, aztán hátha. Hát, szerintem az már magának simán fog menni. Reméljük. Nem lesz probléma. Aztán majd találkozunk, mikor megbüntet. Jó, de csak nem ne, büntetnek. Nem, csak nem. Ilyen jó taxis nem lehet. Na, hát köszönöm. Köszönöm. Ezt sem mondták még. Na.
Készpénz vagy számla? Számla, de már nem marad borra-borra készpénzem, úgyhogy... Ó, ez rossz hír, látja? A nap végére. Azt mondja, 2188 csurit. Hát is gyújtam. Köszönöm, ennyi maradt sajnos készpénzem. Ó, nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, és vigyázzon magára. És majd találkozunk, akkor elmondja, hogy hogyan sikerült a kiképzés. Rendben, köszönöm. Várjon, mert lehet, hogy megint kicsit izgulok, aztán itt maradtam. Szerintem én kicsit elszállok. Jó, megvárom. Pedig siessen, mert van fuvarom. Sietek, viszlát. Viszlát. Ez kicsoda? A roncshalászos. Tudom, elmegy. Karesz, odaértél? Mert már írogat, hogy mi van. Igen, Biki, ide értem. Fölvettem az urat, aki a... GM-nehez megy. Ja, ott dolgozik, vagy mi? Igen, ott dolgozik. Jó. Akkor mondd neki, hogy ne türelmetlenkedjen, rohadjon. Nem. Hát most máshogy működött a Prius, mint eddig. Most így nagyon jó, izén kanyarodott hirtelen, de mégis kicsúszott. Szóval most nem olyan nehézkesen kanyarodott, mint múltkor. Meg lett változtatva, csak még mindig szar. Most nem tudom, inkább nem megyek sehol, mert hogyha itt spawnol újra, akkor bejön a kocsiba, akkor inkább itt álljak, mint hogy... Vagy nem tudom, most a helyen, vagy a kocsiba fog újra spawnolni, vagy bejönni. De nem baj, nekem nem is tetszik a Prius, ez sokkal jobb ez a kocsi. Stilobb. Taxisabb. Hát nem, meg nagyon csúszik a kocsi, a Prius. Hát mint a drift autó. Csak mégsem tudsz vele úgy driftelni. Mert az meg nagyon izén kanyarodik. Hirtelen kanyarodik, de kicsúszik. Azzal a baj. Lehet, nem is kéne röltetni azt a Prius szerintem a mondat. Sibb belegondolva. Jó ez. Én adom. Nekem jó. Ezai kéne. Tudjátok, az a tekerős kuki. Na, nem is tudom, Tájföldön, vagy hol viszik úgy az embereket, hogy így biciklire tekeri, azt elölül három ember. Az menő. Aha, nem a kocsiba jön újra. Jaj! Jaj, itt vagyok, köszönöm szépen a várakozás, sajnálom. Nincs, csak nem tudtam, hogy a kocsiba lesz majd, vagy felette, vagy alatta. Én sem tudtam. Rendben, vigyázzon magára! Viszlát! Hát a taxizatunk kicsit, vagy menjünk, kicsikét sétálgatunk a városba, körülnézünk. Van-e valami történés? Bármi. Csöviknél. Evel paletta oda-vissza. Hát mi? Zenét hallgatsz közben, igazából nem részes. Jó, nyilván az évvel Priusszal jobb kimenni Pratóba, de így, hogy nem lehet vezetni. Így szopás. Ja! Izére gondolsz. Hülye vagyok. Tekerősre. Bocsánat, igen. Jó, már kalandoztam. Hát ja, jó, de az nyilván belvárosi lenne. Jaj! Vagy egy tuk-tuk. Ah, jaja. De az hány személyes egy tuk-tuk? Az egy, max két személyes, nem? Az nagyon kicsi, vagy egy személyes egy tuk-tuk? Hát inkább kettő, nem?
Jó, csak hirtelen nem esett le. Nem tudtam, hogy Riksa a neve. Tep 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 tep. Hát lehet veszek üdítőt a boltba, ha van. Lehet, hogy boltban nem lehet kapni. Viszek egyet a karesznak. Jaj, Martin, olyan vicces egy ember vagy. Komolyan mondom. Én is olyan vicces leszek, azt jön a T.O. Akarod? Én megteszem. Itt nincs üdítő. Jaj, egy kicsi a választék. Hello, Miki, hello. Szevasz, sikerült? Igen, igen, hol vagy? Nem tudom, valahol a város szélén. Mindjárt megyek vissza. Hol találkozunk? Fuvarod van. Nem, csak simán járkálok. Megyek van, ahol voltunk, oda megyek. Jó. Ott találkozunk, szevasz. Hol van üdítő? Az automata. Tudom, hogy az én van. Kórházban van. Ott vannak, jó. Meg a csöves kórházban. Ott is van. Csak azt nem tudjuk. Akkor bekapok ezt a csövesek, ez egy kis üdítője. Na! Mindenre be volt? Igen. Jól van. Minden. Reporter volt, állítólag van új újság, abba írt. Azt mondta, hogy írja. Jaj, ott írta a cikket kint a roncshalászoknál, vagy mi? Nem, az egyik bárról akart írni, de hogy leégett, de nem égett le. Leégett csak még sem? De igen, azt mondta. Aha. De igen, de nem égett le, sajnos. Az érdekes. Ja, és akkor azért nem lett belőle cikk? Igen, azért nem. Aha. Azért nem lett. De múltkor írt valami bűnözőkről, mert elkapták, amikor a bankot rabolták, és őt is elkapták, és csinált interjút, ezt mondták. Hát akkor nekik is izgalmas lehet az életük, igen, meg Peter. Igen. Most be egy ékszerrablásra, azt mondta, mert jelzett neki, hogy ékszert rabolnak. Ja, és taxival jár? Nem. Ékszertaporni? Nem, most nem. Csak valami, nem tudom, valami volt nála, nem tudom. Aha. Volt valami. Figyelj már, megyünk el a kórházhoz, mit szólsz hozzá, van üdítő autómata, aha. Ó, jó, mert szomjas vagyok, tenni. Meg éhes vagyok, úgyhogy jó, hát akkor megyünk. Kell. Jó. És ezzel az övét nyitottam ki. Ja. De én is számlázom neked, hogy kimegyünk oda. Né, mert magadnak számlázd. Vagy számlázz nekem, én meg számlázok neked egy kétszer annyit. Mit szólsz hozzá? Azt nem tettünk, nem tettünk. Jaj, óra, maga úton rohangál. Bocsánat, vigyem már be, legyen szíves a városházban. Jó, pont arra megyek. Hova megyünk, Miki? Nice. De tüsténytám. Dépjen oda neki. Megyünk.
Hogy hívj? Városházára megyek. Igen. Jó. Én is oda megyek. Hogy hívják, uram? Dudás Miklós vagyok. Kitűzőmen is. Hát ez milyen név? Hát mi, hogy milyen név? Magát hogy hívják? Ne haragudjon. Szavasztánó Gátúzó. Szevasz. Szavasztánó Gátúzó, szavasztánó. Jaj, maga ilyen olasz? Italiano. Si. Ah. Hát fura neve van, mindenképp. Hát nem fura ez, csak olasz. Simán olasz, tudja? De tudja, hogy Magyarországon vagyunk. Ez, hogy tudom. Azért aha, mindig nevetek ezeket. Hoppá, hoppá, mi van? Ilyen uram, meg tud várni? Igen? Egy perc is itt van. Persze, persze. Megy most az óra? Persze, persze. Jó van, pörgesse. Jó napot, foglalt a taxi? Jó napot. Ez igen, de a mögöttem lévő szabad. Aha. Na, vedd fel az urat. Gurigázz neki. Szosztánok, ki röhögött? Lehet, hogy többet mondok neki. Hogy ennyi volt. Kicsit így gurigázzunk, hogy a kilométert izeljük. Sikerült? Uram, nem nagyon tudok beszállni, az a probléma. Jaj, pillanat. Jaj. Kedves Miklós, jaj. Mivel most is? Főpubligon vissza tudna vinni? Persze, persze. Nagyon kellemes ez a taxi, mióta van a városban tag? Mármint úgy unblock taxi, vagy én? Vagy a kocsi? Hát most hát a taxira gondol, vagy a taxi szolgáltatásra gondol? A taxira magára, erre a gépjárműre, belső, külső, ja, kinézet. Hát ez régóta gondolom, ez nem mai gépezet. Ja. Miklós, hadd kérdezzek valamit magától. Igen. Maga esetleg homoszexuális? Miért lennék az? Csak kérdezem, érdekel, ugye szeretek azért tisztában lenni azzal a körülöttem lévő emberekkel. Hát érdeklődik, vagy? Érdeklődöm, de mint nem benfentes ember. Aha, hát nem, nem, nőket szeretem. Nőket is, vagy nőket csak? Csak nőket. Csak nőket, nagyszerű. Aha. Jó van. Belőle vigyem, vagy mivel kívül? De itt jó lesz itt, ahol megállt hát az elég. Hát az út közepén azért nem rakom, de meg szembe sába se. Akkor már ja, hát ott a szélén gondoltam. Mivel tartozom, kedves Miklós? 3706 csurinttal. Jaj, készpénz vagy számla? Számla legyen, legyen szíves, ha lehetséges. Persze, minden lehetséges. Maga a taxiszolgálatnak a tulajdonosa? Nem, nem, én csak alkalmazott vagyok. Jó, alkalmazott. Ó, értem. Hát is gyújtom. Nem kezdtem egy hete egyébként. Tessék parancsolni. Hát miért nem írt rá valami borravalót? Na figyeljen ide. Ja, tanulja hát meg, kell. Kedves Miklós. Tanulja meg az első és legfontosabb dolga az üzletben. Az mindig az, hogy az, ami becsületes, az nem fog megélni. Tehát mindig aha, egy kis csiki-csukit bele kell vinni, mert hogyha becsületesen próbálja végezni a munkát, nagyon nagy respektje lesz a városban, viszont nem lesz. Kurvára szegény lett. Aha. Hát akkor uram, nem, igen, igen, pont ezt akartam mondani, ne szálljunk ki, amíg nem ad pénzt. Köszönöm. Csak hogy tanuljak hát abból, amit mondott. Azért ez viszont így túl agresszív volt. Tehát hát én nem értek úgy kell ehhez. Úgy kell megfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy érezhető legyen a dolog, de azért ne legyen az, hogy ilyen lényegre törő, tudja? Tehát jaj, ne azt mondja, így, hogy éjköcsög, adjál már pénzt, csak utalni kell arra, hogy hát most én is spórolok, mit tudom én, egy új hátsó téli gumira, téli gumiszetre, és akkor nem olyan sok kell már hozzá, de hát a munkámból azért elég kevés pénzt tudok félretenni, azért ugye a borravalókat el szoktam rakni, és akkor hát, így, az ember pénztárcán megnyílt. Így sajnáltassam magam egy kicsit, hogy mi ne, az nem, nekem? Nem sajnáltatás. Inkább csak egy kis ilyen érzelmi zsarolás. Aha. Hát én mondom, hogy jaj, szegény fejem. Szegény vagyok, keveset fizetnek. Á, ne, azt se szabadám tud. Csak amikor megkérdezik, hogy mit tudom, mivel foglalkozik, akkor mondja, hogy hát nem látja balfasz taxizása, és akkor mit tudom, amikor jön ide, megkérdezi, hogy mivel tartozik, akkor közben elmondja, hogy most épp spórolok valamire, és van egy nagy álmom, stb. Hát próbálja ki, következő ügyférni. Rendben, nem, csak félek, hogy összekavarom, azt elrontom. Á, nem lehet elrontani. Figyelj, egy kicsi üzleti érzékkel ez is menni fog. De, hát ilyen. Nekem az így. Ja, nincs egy üzleti érzéke. Mindegy, hát ezt tanulhatod. Azért vagyok én sofőr, mert az egyszerű. Jó, figyeljen, eljövök magával.
Rendben! Vegyen fel egy utast, és akkor megmutatom, hogy hogy kell ezt. Azt fogom mondani, hogy személyi asszisztens. Kis kedi csókolom. Jó. Na álljon csak meg, Mikló. Csókolom, igen. Hölgyem. Jaj. Óvatosan. Csókolom, hölgyem. Jó estét. De ez már szállítottad. Megérkezett a taxi, a bárhova megy, ez most ingyenesen. Ó, én már hova voltam kétszer, ne haragudjon, de most Miklós tanítom el az üzleti érzékre, hogy hogy kell kicsalni egy kis borravalót, ugye, mert... Hát én is kész-kész állom, úgyhogy nem... Majd én fizetem. Mondjad, Karesz! Tessék szállni, nyitom az ajtót. Igen, mondta, tanítanak engem. Köszönöm. Szólok, ha végeztem. Szép napot, kis hölgy, megint. Szép napot, megint. Hát, megint itt vagyok, igen. Hová lesz a fuvar? Ó. A mentőállomásra szeretném, mert ott van egy barátom, és remélem de... már nem dolgozik. Ha? Tehát ő, a barátja ilyen nagy főnök, vagy? Orvos, mentőorvos. Orvos, aha, az jó. De csak barátom. Aha. Ja, tehát akkor maga egyedülálló, vagy kapcsolatban él mással? Igen, egyedülálló vagyok. Most jöttem nemrég a városba, úgyhogy... Aha. Mondja tovább, mi? Hát igen, tudja, az orvosok már jól keresnek. Hát, a de nem olyan barátom. Úgy. Ez borzasztó, Miklós, ez borzasztó. Nem tudom, most hol keresnek a mentő. Ez nem így kell, ez nem lehet ennyire lényegre törő. Hát épp így spórolok valamire. Jaj, összeütköznek a taxisok. Karesz, menj már arrébb. Na. Hölgyem, az úr csak arra akar kiukadni, hogy rettenetes állapotok uralkodnak jelenleg a városban, és a taxisok a jelenleg is nagyon-nagyon nagy hátrányból indulnak, és gyakorlatilag még az önfenntartás is egy nagy handicap számukra. Oh. Úgyhogy természetesen a taxit, hogyha most fizetné, akkor mondjuk mennyi pénzt szánna arra, hogy esetleg megtámogassa a taxitársaságot és ezeket a szegény embereket, akik mások szolgálatába állnak minden egyesnek. Jó duma. Szeretném a számlát, és akkor majd egy bankszámla számot is, jó? Ó, rendben. Ja, nem szükséges, kifizettem én, Miklós, csinálni csata. Úriemberek vagyunk, a hölgyet ingyen hoz. Haj, nem kell, köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen a közreműködés, hölgyem. Nagyon szépen, köszönöm. Vigyázzon magára! Hát, jó volt? Hát, középszart. Na, mit tanultunk a mostani helyzetből, Miklós? Miért volt ez nekünk jó most, hogy összebarátkoztunk a hölgy? Mert nő? Vagy? Az is, nem hátrány azért. Nála van az összes olyan dolog, ami nekünk kell. Aha. Hát, hát nem tudom. Először is kapcsolatépítés, ugye? Tehát, hogy megismertük a hölgyet, mondta, hogy a barátja, aki... Tehát megtudtuk először is azt, hogy a hölgy szingli, csodálatos, bájos hölgy, még akár bármi is lett belőle. Valamint, olyan címszó alatt, hogy ön tanuljon, most igazából pénzt szedtünk volna ki belőle, mert elhoztuk ide közreműködést, tehát ilyen kegyes hazugságnak hívják ezt. Aha. És még meg is dobta volna magát borra valóval. Tehát win-win szituáció, na vigyen vissza a főpublikba, ennyi már elég volt. Megjegyezte? Meg, igen, hát próbálkozom, igazából csak... Igen, menni fog ez. Igen, menni fog ez. Ez tanulás. Rendben, indulunk is. Hát bízom, mert csak tudja, én sose voltam ilyen... Én mindig csak a jó dolgokat tartottam szem előtt, engem nem foglalkoztatott a pénz, semmi. És... hát na. Hát én ezt értem, Miklós, de ne vicceljen már, most csinál ezzel rosszat? Nem csinál rosszat. Csinál ezzel jót? Igen, csinál jót. Mit csinál? Forgatja a pénzt. Senkinek nem jó az vállapénz, nem jó a banknak, nem jó az ügyfélnek, nem jó magának, hiszen inflálódik, tehát... Maga ilyen bankár, vagy... Hát nem, ügyvédi dolgokkal foglalkoztam, csak tudja, ezek az dolgok olyan pénzügyi fogások, amikkel nem kell lopnia, nem kell hazudnia, nem kell csalnia, csak simán... megtéveszti egy picit. A lelki ismeretére bízom a jó szívét. Na jó, most mit mondana nekem? Most azt megkezdeném ezek után, mivel tartozok? Akkor mit mondanom? Hát, tudja... De nem tudom, hát hova rakjam ezt a... itt először mondjam azt, hogy jaj, de rossz nekem...
Taxitársaság, kevés pénz, nem. Gyűjtögetek. Nem. Ti magának tényleg nincs üzleti érzéke? Nem nagyon. Nézze, segíthet magának egy ember. És akkor mit tesz jót tett helyébe? Megköszönöm? Hát nem köszönni meg, csak mondja azt, hogy mit tudom én, mennyivel tartozok most. Mennyi volt ez a fuvar példa? Ja, 5514 csurint. Oké, elkérni? Tessék? Hát, hogy elkérni ezt a pénzt ezek után? Vagy azt mondaná, hogy figyeljen, nem tartozik semmivel, úgyis jön még legközelebb. Hát persze, hogy elkérném, hát magát fuvaroztam. Akkor számlát állítsa ki. Nem ment. Azt mondja, 5514. Hát is nyújtom. De látja? Most megint a teljes összeget írta rá. Nem mondott semmit. Csőbe tudtam magát húzni azzal, hogy negatív hangot adtam ki magamból. És 5514-es számlát állított ki. Most megkérdezem. Figyeljen, borravaló a maguké? Hát az a baj, hogy erre a számlára nem lehet borravalót nekünk csinálni. Hát de annyit ér el, amennyit akar, nem? Hát igen, de azt nem kapom meg zsebbe. Tudod, az külön kell. Igen. De legjobban akkor járnék, hogyha készpénzbe kérném, vagy utalásba is akkor. Hát akkor kérje készpénzbe. Akkor szeretnék még kérni 53.000 csurintot. Felejts el, Bélám. Na örülök, hogy megismertem. Miklós vagyok, nem Béla. Hello. Én is örülök. Miklós, viszlát. Viszlát! Mondjad, Karesz! Maga mit csinálni? Merre vagy, mi? Jó napot, uram! Vagy merre vagy? Maga mit? Főpublik! Mindjárt visszamegyek a kórházhoz, jó? Jó, én itt vagyok most. Haló! Vagyok a kórházban, vagyok itt. Ember! Mindjárt vagyok! Szosisztánó intézkedik. Ezért kopasszal. Igen, de nem baj, amúgy pont jól jövök ki, de amúgy nem lehet rárakni a borravalót, én abban nem kapok. Szóval itt nem úgy van a számlázási rendszer. De kiszámlázom, akkor kiszámlázom, de azt én nekem nem jön az izémre. A számlámra rá. Vagy igen? Amúgy, várjatok már úgy. Nem. Igen, az kellett volna. Hát én nekem majd Daurot mondta, hogy hogy fogom azt odaadom a főnöknek. A készpénz, amit üzeltem. Hát csak így nem tudsz borra valózni, tudod? Úgy. Most ha szépen lassan belehúzzák itt a Miklóst, azt a végén tényleg ilyen lesz, hogy elrontják. Jaj, hova jelöltem, ja? Bocs, igen. Csak azért követtem a jelölést, de amúgy meg tankolnom kell úgyhogy. Jó napot! Teddy szeretném kérni a tankot. Köszönöm. Hát neki van pénze, az biztos sem úsz asszisztánónak. Megyek, csak tankolok. Jó. Várok. Minden oké is. Minden oké is, jó. Na már nagyon éhes vagyok. Jaj, bocsánat. De mindenki be akar rántani az illegalitásba. Kis fifikába jönnek itt a nagy autós üldözések, meg az átverések. Csak a Dudás Miklós egyik pillanatra, másikra az alvilágba fogja találni magát, érted? Ez lesz. Hát kinek jó ez, kérem? Pedig én full legális akarok lenni.
Szevasz! Piengedsz? Hello, Miki, hello. Persze, ide, hello. Ide. Leülök már én is. Bent van itóka. Ezt tudom. Automata. Kaja, kaja is kéne. Mert azt hiszem van még itt a zsebembe. Aha. Fad. Kérsz burgert? Most jó, jó, jó laktam, most nem kell. Az utasnak. Mi volt neki? Jaj. Elfelejtettem odaadni a gumimacit az utasnak, jaj. Hát de ezt neked adtam. Jaj. Ilyen gumimacit. Jaj, hát amit adtál, azt az utasnak, jaj. De miért jaj, az utasnak? Hát ezt neked adtam, azt tehet meg. Jaj. De... Ja. Azt hittem, oda kell adni. Oda, azt hittem. Nem. Azt neked adtam, nehogy odaad másnak, ha nem kell, add nekem. Vissza. Nem adom, akkor megszem. Hát akkor egyet. Menjünk be üdítőjé közbe. Menjünk be. Beszálltad a kocsit? Azt hiszem, megnézem. Igen, bezártam, igen. Oké. Hát igen, sajnos sokan illegálkodni akarnak. Mi nem? Amúgy nagyon nem vágyom rá, hogy én ezt csináljam. Én el vagyok így. Így van RP. És ezzel én az RP-t játszok. Ja, már meg itt futkároszik. Jaj! Várj meg, te balond! Olyan gyors vagy, Karesz! Még olyan lassú vagy. Miklós lassú vagy. Hát azért, mert nehezebb vagyok. Sokat elszel, Miklós. Hát főben finom. Jó napot! De sokat elszel. Jó napot! Erre jövünk, akkor itt elméletileg van egy automata. Automata. Jó napot! Szép estét! Jó napot! Mibe segíthetünk? Jó napot! Semmi, csak üdítőjét jöttünk be. Ja, jó, rendben. Automata. Automata van. Várj, itt van chips is? Vagy ez nem működik? Nem tudom. Jaj. Már ne tolj csak el, az... ne tolj el. Tiszteletem, uraim. Jó napot. Ez nem működik. Segítsek rajta egy picit. Meg tudja csinálni? Persze, csak kicsit meg karib. Jaj. Gyász meg ezt, működjék. Működjék. Jaj, ez ebben működik. Működik? Nézz erre. Nem. Mit szeretne venni? Hát én néztem, hogy csoki van benne, vagy micsoda. Én nem rosszból, de magának nem ajánlom már csokit. Miért nem? Látom, túl sok csoki devet most, nem bántásból. Hát és az probléma, hogy a csokit eszek? Hát lehet a maga a vércukor szintjének probléma, nekem nem probléma. Hát nem, nekem sem. Lehet a cukor szinte kicsit felmegy. Jól érzem igen, magam. Csak itt eszik meg cukros cuccokat. Aha. Csak ma lehetőkre megóvni. Találtam a zsebembe. Ez milyen fajta? Nem tudom, de finom. Hát annyi a lényeg. Nem egyik van nálam azért, hogyha nagyon kellene. És mit dolgoznak maguk? Taxisok vagyunk. És van ma taxisákhoz felvétel? Hát biztos. Szerintem van. Ja, ott kell Városházán kell jelentkezni. Igen. Az uram, magában van. Mi van? Hát. Mi van magában, uram? Semmi nincs vele, ő ilyen. Semmi. Ja. Közben veszek egy üdítőt így. Ja, akkor vizet ajánlom, uram. Nem, a popsi kóla, az finom. Ha itt vagyok, akkor veszek már egy csángót is, azt is szeretem. Hát kell a cukor, tudja, a vezetés az azért kifárasztja az embert. Kell. Hát igen. Látja, megoldottam már az automatát, rávertem egy kicsit, tudja is mi a dolga. Hát de nem azzal van a baj, a másikkal, ezzel a csokissal. Az is működik. Nem. Ez a zsebembe volt.
Nem jó, meg. Szerintem kihúzták. Ennyi főtöröm magának annyira kell. Ez maga mit dolgozik? Én egy bankrabló vagyok. Ó, hát ezt ilyen hangosabb mondja? Lehet, hogy itt be van kamerázva, meg minden. Ja, de engem rendőrök nem kapnak el, én megszökök. Ja, nem maga ilyen nagy izé. Igaz, ilyen megszögöm. Vérbeli? Én persze, vérbeli, cigány gyerek vagyok. Aha. Hú, hát vigyázzon, mert aztán hallottam, hogy múltkor is lelőttek egy fickót. Nem néz ki. Hát igen, elég nem, fehér. Hát, akkor menjünk, üssünk egyet, megnézzük, hogy tényleg cigány vagyok, vagy nem. Hát maga ilyen bunyós. Ne verekedjünk, mert nem szeretjük az. Nézd meg, ezt az alkart nézd. Aha. Ezt az alkart nézd, tesó. Durva. Ez a gyerek. Egy ilyen trinyót befeszítek előtted, szerintem ott össze-vissza esel. Hát nem, de szép egyébként. Tehát, olyan... ez... Igen, igen. Fiatal testű. Hát igen, igen. Hát ebben nincsen sok csoki. Hát nincsen, de hát, tudja. Minél nehezebb az ember, annál nehezebb bántani. Na hát, az mondjuk, vigyázz, igen. Vigyázzon magára, mi megyünk tovább. Csak üdítő jöttünk be. Jó legyen. Kapcsoltam, hogy a kölcsöm. Dehogy is, nem, hava csapom le a legyeket. Nem. Viszlát, uraim. Viszlát. Várj meg, Kalex. Igen. Várjál. Igen, várok. Várok. Ott az autó, látod ott az autó. Ott van. Hoztál üdítőt? Ja, vettem egy csángót. Jó. Hát itt kaját nem tudtunk venni. Nem. Elmegyünk a burgersetba? Veszünk egy menüt? Nem, mehetünk. Jó. Hát akkor ott találkozunk. Jó. Na. Csoro kopasz! Mit kapott ottan? Levegőből leesett. Látom amúgy milyen sűrű jönnek amúgy új emberek. Ez amúgy tök érdekes. Ott is nézd meg, ott is áll egy kopasz, ott is ezen. Siessél meg, aki lemarad, kimarad! Nem jó, hagyok neked kaját. Megyek már. Hát láttátok, a srác is milyen kemény bankrabló volt. Bár a való életben amúgy megnézném, hogy valaki mondja, haver, én bankrabló vagyok. Mennyire erpés mi? Szép estét! Szép estét, uram! Hogy vannak? Köszönjük kérdését, jól vagyunk. Maguk itt dolgoznak? Köszön. Én igen. Nem, mert jöttünk enni a barátommal, csak lassabb volt. Most jött meg. Na, belőzte. Mindjárt megyek, veszek fel akkor munkaruhát, és akkor jöjjenek. Hát engem így is ki lehet szolgálni, nem probléma, nem zavar. Már hogyan? Hát ilyen ruciba. Jó, egy ilyen sportos. Nehogy meghúzza magát. Jó estét kívánok! Nem mindjárt felveszem a munkaruhát. Pillanat. Rendben. Jó. Te mit kérsz? Munkaruha. Hát amiben dolgoznak. Aha. Ja, az hát igen. Tudod, amit mi nem veszünk föl, mert... Aha. Mert ám kicsi, te meg nem. Te meg lázadó vagy. Hát én meg szépen nézek ki, így inkbe szerintem. Szép, hát elegáns, aha. Hát nekem is jobban tetszik. Ugye? Aha. Igen. Hát valami sajtosat néztem ki. Vagy valamilyen sajtosat kellene enni, amiben sok a sajt. Figyelj, Miki. Jöttem is. Emlékszel, amikor entél a cyberbáros, és nem láttam, merre voltál, emlékszel? Hát először nem láttad. Szép estét, kis hölgy. Szép estét, mit hozhatok az uraknak? Olyan dolog kellene, amiben sok a sajt.
Én nagyon szeretem a sajtot. Ó, sajtburger. Megfelel? Aha. Dupla sajtburger. Na valamiért okay. nem látom a kínálatot. Hát figyelj, ilyen dupla, az mekkora? Hát ez a dupla sajt, az olyan, hogy milyen magas? Úgy kérdezi? Hát mekkora, hogy a fejem, vagy fele akkora, vagy? Az a lényeg. Legyen, mert Miki sokat eszik, sokat eszik a Miki. Hát néha legcsúszik egy-kettő hát burger. Akkor kettő dupla sajtburger, akár. Hát legyen négy. És négy, a négy, jó. Aha. Ugye nincs benne csípős, ugye? Hát ha nem kér, akkor nem teszünk bele. Aztán nem kérek bele, azt nem bírom. Jó, akkor nem teszünk bele, rendben. Milyen üdítőt lehet mellé kérni? Fantát tudok adni, kokókólát tudok adni, kávénk van. Hát akkor kólát kettőt szeretnék kérni, kólát mellé. És valami köret esetleg rendben. Van, vagy itt nem árulnak? Hát lángos tudok adni, brownie van. Vagy milyen köretre gondol? Hát amit így mellé lehet fogyasztani. Van fagyi, fánk. Fagyis, burger. Aha. Sör. Mondjuk sok körnek nem annyira. Nem, vezetünk, nem. Szeret a burgert, fagyival eszed. Fagyival eszed. Hát perettel. Nem, a fánkot szeretnék akkor kérni még hármat. Jó. Meg akkor legyen még kettő olyan fanta is. Nekem is kértél. Meg három perec. Nekem is kértél. Ennyi. Nekem is kértél, Miki. Nem, ez az enyém. Mindjárt hozom egy pillanat. Ebben köszönöm. Nem, ez az enyém lesz, te kérjél magadnak. Olyan sokat kértél, azt hittem, hogy nekem is. Nem, csak éhes vagyok. Család, jól lakik ennyiből, amit teszel, család is jól lakik ennyiből. Hát régen kevesebbet ettem, csak aztán megúttam, aztán sokat ettem, tudod. Jaj, megmondtad, hogy keveset teszel is inkább sokat. Aha. Inkább. Kell a változatosság, aha. Ja. Inkább úgy csinálom. Figyelj, emlékszel, amikor észrevettelek ott a Cyberbar előtt, emlékszel? Jó volt, ügyes voltál. Köszönöm, kedves Miklós, adhatom. Igen, köszönöm. Hát, nagyon jó. Kettő dupla sajtos burger. Ne, három. Hárman. Három? Aha. Rendben, tehát akkor három kettőt, dupla sajtburger, jó, akkor kettő fanta, kettő kokókóla, három fánk és kettő perec. Igen. Így van, jó. 8518 forintot kérek majd, és mindjárt számlázom. Rendben. Erre megy el a pénzem. Tessék, parancsoljon, mert is mutattam. Pillanat. A sajtburger forró, vigyázzon majd. Rendben. Ó, nagyon kedves, köszönöm szépen. Jó étvágyat hozzá. Köszönöm, itt le is ülök akkor. Rendben. Siessék a resz, megeszem. Jó. Halljátok. Igen, odaállok, ezt hallgatnak el. Így van, igen. Akkor fagyit kérek, köszönöm. Rendben, milyen ízűt? Csokoládé is. Nagyon jó, az pont van is. Oké. Még valami? Azt szerintem legyen. Geri, nem vagyok olyan kövér, mint a Miki. Rendben, mindjárt kapom egy pillanat. Rendben. Hallottam! Ha 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 ha
Na, sikerült? Igen. Hoztam is, kedves Károly. Köszönöm szépen, Károly. Tehát akkor egy sajtburger, egy kóla és egy csokoládéfogylalt. Igen, igen. 1997 csurint, és mindjárt számlázom ennek. Rendben van. Tessék, parancsoljon át, és mutattam. Röhögjük rajta. Köszönöm szépen, jó étvágyat hozzá. Tessék, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm. Én is köszönöm a vásárlást, jöjjenek máskor is. Köszönjük! Mindenképpen! Szép napot! Szép napot! Viszlát! Gyere, Karesz! Jövök. Már megettem egyet. Jövök. Hallottam. Igen, nyomni kell, rá van írva. Szervusztakan, hali. Te nem tudsz egyre se parkolni, Karesz? Hát hogy? Üljünk ki valahova! Vagy megesszük itt? Mondom, még egyszer. Mondom, itt tesszük meg, vagy kiülünk valahova? Itt jó lesz, itt szerintem itt. Jó. Jó lesz. Oké, hát akkor innen törülök, azt megeszem. Mi a helyzet? Takan, hogy vagy? Jó, akkor... Aha, hát... Itt... Jó étvágyat, Eló! Köszönöm! Neked is jó étvágyat! Jó az a fánk! Jó fákot adtak itt! Szeretem! Jó játszol, srác? Blazius? Finom volt ez a sajtburger! Finom volt! Mennyit vettél? Egyet? Igen. Ja, igen, neked vékonyabb a hascsatornád. Kicsit. Hát, jól is tudok. Fagyit majd később. Később beszél meg a fagyit. Később beszél meg a fagyit majd. Na, most szerintem már még egy üdítő befér. Még egy üdítő, szóval még egyet. Aha, most már mehetünk. A történetem folytatódik a következő epizódban. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradjatok a következő részről. Én Miklós voltam, legyen szép napotok, sziasztok!